Intenzív 24 órás országos sebességmérést tart a rendőrség. A gyorshajtókat kívánják kiszűrni és megbüntetni. A KRESZ oktató szerint ezek a razziák hasznosak, de nem igazán oldják meg a problémát. Ahhoz ugyanis szerinte sokkal súlyosabb büntetéseket kellene kiszabni. Szürke színű Mercedes, 84 km/h. Gyorshajtása 45 ezer forintjába került a bemért autósnak a Szentendrei úton. Stábunk ott járta előtt olyan sofőr is volt, aki 100 km-es sebesség felett hajtott az 50-es táblánál. Ezen a héten a magyar rendőrség összes rendelkezés álló készülékével a lehető legtöbb időtartamban itt vagyunk az utakon és mérjük a megengedett sebességet. Pénteken a lakosság által leggyakrabban javasolt helyeken is mérnek az országos akcióban. Csak Budapesten összesen 60 helyszínen számíthatnak arra az autósok, hogy gyorshajtásuk nem marad következmények nélkül. A kihelyezett kameráktól pár száz méterre intik le az autósokat. Mérik a sebességet a kollégák, és rádión jelzik a mögöttünk lévő kollégáknak, akik a megállítást hajtják végre. Az alezredes elmondta, gyorshajtásért a pénzbírság mellett 8 büntetőpont a legtöbb, ami adható. Ha valaki eléri a 18 pontot, akkor bevonják a jogosítványát, amit később egy tanfolyamot követően visszakaphat. Az akciónak híre ment a sofőrök között is. Hát ez jó kérdés. Nem szabadna rohanni talán az életbe. A trafipaxok segítenek, tehát hogyha jelez a vész, hogy trafi van, akkor lelassítok. A rendőrök Debrecenben is akcióztak. Az ellenőrzés során kiemelt figyelmet fordítunk passzív biztonságeszközök használatára, a biztonságév, a bukósisak és a gyermekbiztonsági rendszerekre, és minden ellenőrzés alá vont járművezetőt ittasság ellenőrzés is alávetünk. A közlekedési szokásokat jól ismerő szakember úgy gondolja, hogy a büntetési tételek nem rettentenek el eléggé. Nyilván a törvényhozók szándékán múlik ez. Vannak olyan országok, Európában is, de Amerikában is jellemző, ahol többszöröse a magyar büntetésnek, amit kiszabnak, és hogy sokkal jobban félnek az emberek a gyorshajtástól. Ténylegesen azt mondom, hogy több százezer forintos büntetés, vagy fél évre, egy évre, két évre elvett jogosítványnak valóban lenne egy visszatartó hatása. Budapest nemrégen azzal a javaslattal fordult a BRFK-hoz, hogy közösen helyezzenek ki legalább 100 állandó sebességmérő kamerát. Információink szerint a kamerák telepítésére és üzemeltetésére Budapestnek jelen anyagi helyzetében viszont nincsen pénze.